Városunkba látogatott Nagy István agrárminiszter, aki a most induló tanyafejlesztési pályázatról is szólt tájékoztatójában. Közös közleményben hívták fel a figyelmet a képviselőtestület tagjai a koronavírus elleni védőoltás fontosságára. A Városháza információs pultjánál is kérhető segítség a regisztrációhoz, a koronavírus elleni védőoltás beadatásához. Csökkenő tendenciát mutat a hajdunánási koronavírus mintavételi pont látogatottsága. Sikeresen látták el feladataikat a hajdunánási kormányhivatal munkatársai a koronavírus miatt kialakult helyzetben is. Közösen dönthet a város lakossága az Ady Endre lakótelep új zárt részeinek nyitvatartási idejéről. Február 28-áig van lehetőségük a helyi állattartóknak az ebösszeírási kötelezettségüknek eleget tenni. Mozgalmas évet zárt a Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelmi igazgatóság hajdunánási kirendeltsége. A hétvégén megkezdi a tavaszi pontvadászatot az MB2-es férfi kézilabda csapatunk. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Önök Nánási Krónika című műsorunkat látják. A tanyasi gazdálkodás megújítása, újjáélesztése, a tanyasi életmód értékeinek megmentése céljából hirdett pályázatot az Agrárminisztérium. A pályázat célja a hazai vidék egyik jellegzetességének, az alföldi tanyák fenntartható fejlődésének segítése és a tanyákon élők támogatása. A projektről Nagy István agrárminiszter adott tájékoztatást hajdunánási látogatása során. 300 struccot nevelnek ezen a hajdunánás melletti tanyán. A farmot Nagy István agrárminiszter látogatta meg a napokban, ahol bejelentette, több mint 850 millió forintból indít tanyafejlesztési programot az Agrárminisztérium. A többi között pályázni lehet tanyagazdaság indítására, kiépítésére, az esetleges felesleg értékesítésének elősegítésére, illetve a már meglévő tanyák gazdasági feltételeinek megerősítésére is. 2011-től kezdődött ez a program, akkor ismertük fel azt, hogy jelentősége van a tanyának. Nem gondoltuk volna, hogy ekkora sikere lesz, hiszen ma már több mint 55%-a a tanyán élőknek nem ott született, hanem a városi léttől, élettől megcsömörve, keresve menedéket költözik tanyára. Azt szoktuk mondani viccesen, hogy akik tankönyvből tanultak meg kecskét fejni. Viszont valami nagy csodát hajtottak végre. Megújult a tanyavilág, olyan kézműves terméket állítanak elő, amelyel forradalmasították a magyar gasztronómiát. Az ő munkájuknak köszönhető az, hogyha megnézzük a húskészítményeknek a színvonalát, az új sajtoknak, joghurtok, kefírek, amik bejöttek a piacra, nézzük meg a gyümölcsfeldolgozásnak, a befőttek lekvárok, szörpöknek a helyzetét, valami nagy csoda, amit csináltak ezek az emberek. Hiszen egy más foglalkozásból jöve, ott már sikert elérve, azt a pénzt kihozva a tanyára, egy új életformát, életmódot keresve, valami hihetetlen szorgalommal, erővel nagy csodákat hajtottak végre. És ez az, amire nagyon büszke vagyunk, és azt szeretnénk, hogy a tanyas infrastruktúrá fejlesztésbe tudjunk segíteni. Hogy a villamosítás, a vízhálózat, a tanyának az állaga, a szigetelés megoldódjon. Azaz, hogy a tanyán is 21. századi életformát lehessen élni. Távol a kicsit a világ zajától, a magunk örömére, de mégis azzal a felelősséggel, hogy ide tartozunk a társadalomba, és mindaz a munka, ami ott zajlik, arra nagyon szükségünk van. A támogatás összege pályázatonként maximum 3 millió forint lehet, a támogatás mértéke pedig fiatal gazdák esetén 90%. Minden pályázatnál igyekszünk a fiatalokat előtérbe helyezni, hiszen őket kell inkább támogatni, mert nekik még nincsen annyi tőkéjük, nekik még nincsen annyi megtakarításuk, hogy könnyedén tudjanak beruházni. Őket mézes madzaggal támogatni is kell, be kell vonzani ahhoz, hogy aztán ezt az életformát válasszák, ezt az életmódot, és hogy mindenképpen vegyék igénybe ezeket a lehetőségeket, köteleződjenek el a mezőgazdaság iránt. Én azt kell mondjam, hogy 2021-22-23 a nagy forduló éve. Itt dől el az, hogy sikeresen le tudjuk-e vezényelni Magyarországon a generációváltást az agráriumban. Hiszen a rendszerváltás óta eltelt 30 év. Az akkor 30 évesek, több mint 60 évesek. Keresik azt, hogy lesz-e valaki, aki követi az eddigi életművet. És én nagyon remélem, hogy mind az adózási körülmények megteremtésével, amit éppen most fogadtunk el a családi adózással kapcsolatosan, szeretnénk
az idei esztendőben megalkotni a jogi hátterét annak, hogy a gazdaság átadásnak milyen szabályai, lehetőségei fognak lenni. Tehát mindennel igyekszünk, és természetesen az összes pályázatokkal, amit írunk ki, igyekszünk a fiatalok számára vonzó hátteret, vonzó lehetőséget teremteni a magyar agrár- és élelmiszeriparban. A pályázatot február 18-án csütörtökön reggel 8 órától lehet feltölteni az interneten. A végső beküldési határidő március 4-én éjfélkor jár le. Folyamatosan érkeznek Magyarországra is a koronavírus elleni védőoltások. Hazánkban már több mint egy hónapja folyik az oltási regisztráció, hiszen a járvány leküzdésében egyetlen hatékony eszközünk a védőoltás felvétele, legyen az nyugati vagy keleti származású vakcina. Erre hívták fel a figyelmet a képviselőtestület tagjai közös közleményükben. Hatalmas veszteségek érték a világ minden országát emberéletekben, gazdaságban, egészségügyi rendszerekben az elmúlt egy év során a koronavírus járvány következtében. Ma már azonban itt állunk a remény kapujában, többféle hatásos és biztonságos vakcina áll rendelkezésre, csak jelentkeznünk kell érte. Mivel a járvány még mindig itt van velünk, csak úgy tudunk hatásosan védekezni ellene, ha felveszük a védőoltást. Erre a nagyon fontos dologra hívták fel a városlakók figyelmét a képviselőtestület tagjai pártállástól függetlenül február 8-án a Városházán ismertetett közös közleményükben. Képviselőcsoportunk, a Polgári Összefogás képviselőcsoport közösen minden tagja kezdeményezte, hogy a koronavírus járvány elleni védekezésben a védőoltás fontosságára hívjuk fel a tisztelt lakosság figyelmét. Az Összefogás Hajdonállásért képviselőcsoport minden képviselője és külső bizottsági tagja is csatlakozott ehhez a felkéréshez, amit a Polgári Összefogás képviselőcsoport kezdeményezett. Mi azért tartjuk ezt fontosnak, hogy felhívjuk innen is a lakosság figyelmét, hisz abba a helyzetbe, amiben majdnem egy éve kerültünk, muszáj, hogy valahogy közös erővel kijöjjünk. Természetesen mindenkinek a saját akaratát, döntését tiszteletben kell tartani, ez mindenkinek az egyéni döntése, de azt szeretnénk kérni, hogy közös erővel, minél több ember beoltásával jöjjünk ki ebből a helyzetből. Egészségünk megőrzése mellett rendkívüli gazdasági jelentőséggel is bír az, hogy milyen lesz Hajdonállásán az átoltottság kérdése. Az elmúlt időszakban megtapasztalhattuk azt, hogy milyen gazdasági nehézségekkel kell szembenéznünk. Azt gondolom, hogy megfelelő átoltottság hozzásegíthet majd minket ahhoz, hogy a gazdaságunk is fellendülés hozhasson. Jó magam is azt kérném és javasolnám mindenkinek, hogy bár mindenki a saját egészségéről maga gondoskodik, és természetesen szíve szerint döntse el, hogy beoltatja magát, nem oltatja, mivel oltatja, én magam ki szeretném jelenteni, hogy beoltatom magam, és amit a körzeti orvosom fog javasolni, azt el fogom fogadni. Ez elsődlegesen az egészségünk érdeke, másodlagosan meg a gazdasági érdek is. Nem mindegy, hogy meddig húzódik, és meddig fog terjedni, milyen időtartalmat vesz igénybe ez a járvány, és mindenkinek az a célja, feladata, hogy ez minél hamarabb megszűnjön. Rendkívül örömteli ez a pillanat a számomra, hiszen egy ilyen fontos ügyben a Hajdonállásváros képviselőtestülete egységesen tud fellépni, és ezért én nagyon szépen köszönöm minden képviselőnek a hozzáállását. Valóban egy rendkívül fontos ügyről van szó. Igazából, hogy mikor kaphatjuk vissza az életünket, azt a megszokott életünket, amihez hozzá vagyunk szokva, az nyilván alapvetően ettől az átoltottságtól fog függni. Nyilván tiszteletben tartva mindenkinek a döntési szabadságát, én együtt a képviselő csoportok tagjaival arra kérek mindenkit, hogy válasszon az oltási lehetőségek közül, és éljenek ezzel az oltási lehetőséggel, mert azt gondolom, ez az egyetlen olyan lehetőség, amivel tényleg vissza tudjuk kapni a már megszokott életünket. Köszönöm mind a két képviselőcsoportnak és a teljes képviselőtestületnek ezt a fajta együttműködését.
A koronavírus elleni védőoltásra a vaccinainfo.gov.hu internetes oldalon előzetesen már lehet regisztrálni azoknak, akik szeretnének élni az oltás lehetőségével. A helyi önkormányzat azoknak is próbál segítséget nyújtani, akiknek nincs lehetőségük otthon a regisztrációt megtenni. A koronavírus elleni védőoltások beadása 2021 elején kezdődött el tömeges szinten az országban. A vakcina beadását oltási terv alapján végzik a szakemberek az országban a kijelölt oltópontokon. Az oltás iránti igényt előzetes regisztráció alapján lehet jelezni a vakcinainfo.gov.hu oldalon. Akár az idősebbeknek, vagy azoknak, akitől messze áll az internet világa, Hajdúnállás város önkormányzata segítséget ad a regisztrációhoz. Hivatali nyitvatartási időben bárki jöhet ezzel a lehetőséggel, és így helyben azonnal elvégzik a regisztrációt. Mindannyiunk számára nagyon fontos, hogy nem csak Magyarországon, hanem Hajdúnánáson is minél több ember oltassa be magát a rendelkezésre álló vakcinákkal. Éppen ezért tűzte ki a hivatalvezetés azt a célt, hogy azoknak a hajdúnánási lakosoknak, akik otthon számítógép, internet vagy egyéb műszaki dolog miatt nem állnak rendelkezésre ezek a feltételek, a regisztráció elvégzésében segítünk. Minden nap a hivatal ügyfélfogadásán gyakorlatilag 8-tól 4-ig, pénteken pedig 1:30-ig, bárki befáradhat hozzánk, biztonságos körülmények között segítünk ezt a regisztrációt elvégezni. Ehhez a regisztrációhoz semmilyen egyéb extra dologra nincs szükség, csak azokra a személyes adatokra, amelyeket a rendszer kér. Annyiban szeretném felhívni a kedves hajdúnánásiak figyelmét, hogy e-mail címre és telefonszámra a regisztrációhoz feltétlenül szükség van. Várunk mindenkit, igyekszünk minél több embernek segíteni. Az oltási terv első két szakasza január végén lezárult az egészségügyi dolgozók és az idős otthonok lakóinak, dolgozóinak kampányszerű oltásával. A következő szakaszban a 60 évesnél idősebbek, valamint a rendvédelmi és honvédelmi dolgozókat fogják oltani. Regisztrálni tehát folyamatosan lehet a vakcinainfo.gov.hu oldalon, valamint a városi önkormányzat munkatársainak segítségével. A tavalyi látogatottsági szinthez képest mostanra egyre kevesebb beteget vizsgálnak a helyi koronavírus mintavételi ponton. A járványhelyzet és a hozzá kapcsolódó veszélyhelyzet ugyan nem szűnt meg, de a számok azt mutatják, hogy idővel fokozatosan visszatérhetünk korábbi életünkhöz. Ezt a folyamatot segíti az egyre több embernek elérhető védőoltás, amellyel kapcsolatban az egészségügyi dolgozók már személyes tapasztalattal is rendelkeznek. Életeket menteni, az emberi egészség megóvásáért dolgozni mindig felelősségteljes hivatás, az elmúlt időszakban viszont új kiemelt feladatok hárultak a frontvonalon tevékenykedő egészségügyi szakszemélyzetre. A tavalyi évben a 4 mentőgépjárműünkkel közel 3600 beteget szállítottunk. Ezeknek a betegeknek, a betegségnek az összetétele esetében azért jellemzően az év utolsó negyedévében inkább a COVID-fertőzéssel kapcsolatos megbetegedések és az ehhez kapcsolódó szövődmények révén tevődött össze ez a magasabb darabszáma a betegek szállítása esetében. A kilométereknél közel 250 ezer kilométert tettek meg a mentőgépjárművek, ebből két mentőgépkocsink 24 órás szolgálatban teljesít szolgáltat. Jó hír, hogy a településen működő koronavírus mintavételi pontra érkező betegek száma csökkenő tendenciát mutat az utóbbi hetekben. Tavaly ősztől Hajdúnánáson beindításra került egy fix mintavételi pont, ugye a COVID-fertőzések kiszűrésére és vizsgálatára. Jellemzően a tavalyi év vége az utolsó negyed év volt egy terheltebb a feladatok tekintetében. Ebben az évben azért már ugye a január eltelt, és a februárban is belekezdtünk. Jellemzően ugye a mintavételek száma jelentős csökkenés mutat, de még mindig stagnál, tehát ilyen előzetes következtetéseket ebből nem lehet levonni, tehát még sajnos még mindig szükség van a mintavételi pontra, de már közel sem olyan terheléssel megy, mint a tavalyi év végén. Az oltási tervnek megfelelően az Országos Mentőszolgálat hajdúnánási mentőállomásának dolgozói már felvehették védőoltásukat a debreceni oltóponton. Mindenki által köztudott, hogy tavalyi év végén ugye megérkeztek Magyarországra a Pfizeres oltások, a Covid elleni védőoltások, és a hajdúnánási mentőállomás dolgozóinak is már lehetősége nyílt az év elején, annyira az év elején, hogy már január 1-én elkezdődtek az oltások. Ugye ez a Debrecen Egyetemnek a klinikának a kijelölt oltópontjain történt,
és jellemzően a hajdonási mentálásnak egy jelentős része felvette az oltást. Akik ezzel nem tudtak élni, technikai vagy logisztikai okok folytán, az ő oltásuk is folyamatban van. A procedúrán átesett egészségügyi dolgozók nem észleltek jelentős tüneteket az oltást követően. A védőoltásokat felvett munkatársainknál a mellékhatások tekintetében nagyon enyhe fáradtság jelentkezett az oltásokat követően, nagyon enyhe izomfájdalom, esetleg hidegrázás, de semmilyen komolyabb szövődmény, ami aggodalomra adhatott volna okot, ilyen nem volt. A vírus megfékezésének legeredményesebb eszköze a védőoltás. Minél magasabb a lakosság oltottsági aránya és hajlandósága, annál nagyobb annak az esélye, hogy az élet visszatérhet a régi kerékvágásba. Munkatársaim együtt fontosnak tartjuk az oltást, hiszen ha a történetbe visszatekintünk, akkor azt azért mindenki megnézheti, hogy a legnagyobb pandémiákat, vírusos világjárványokat azért a védőoltásokkal sikerült visszaszorítani, és azért egészségügyi dolgozóként nekünk is az első vonalban nagyon fontos, hogy oltottak legyünk, és ezt a példát tudjuk mutatni mindenkinek. Most pedig kérem, tekintsék meg, melyek voltak a mai Nánási Krónika eddigi témái. Csütörtökön városunkba látogatott Nagy István agrárminiszter, a Nyakas Struc farmon megtekintette az egzotikus állatok tartására szolgáló gazdaságot, majd tájékoztatójában szólt az alföldi tanyák fenntartható fejlődését segítő tanyafejlesztési pályázatról. A jelentős számú átoltottság jelenthet megfelelő védelmet a koronavírus ellen, csak így nyerhetjük vissza régi életünket. Erre hívták fel a város lakóinak figyelmét közös közleményükben a képviselőtestület tagjai. A Városháza információs pultjánál segítenek a koronavírus elleni védőoltás regisztrációjában a helyi önkormányzat munkatársai azoknak, akiknek otthon nincs lehetőségük elvégezni ezt, vagy valamilyen okból nem sikerült még regisztrálniuk. A koronavírus mintavételi pont látogatottsága fokozatosan csökken városunkban, országszerte egyre többen kapják meg a védőoltást, ami remélhetőleg minél hamarabb a járvány felszámolásához vezethet. Új szakaszba léptünk a koronavírus elleni küzdelemben, megkezdődtek az oltások. Ez az oltási terv alapján zajlik. Először az egészségügyi dolgozók kaphatják meg az oltást, majd az idős otthonok következnek a sorban. Már zajlanak az előkészületek annak érdekében, hogy a 60 év feletti honfitársaink is mielőbb megkapják a védettséget. A vakcina most a legerősebb eszköz a kezünkben a koronavírus ellen. Segít minket abban, hogy mielőbb visszatérhessünk a régi, megszokott életünkhöz. Az oltással védjük magunkat, szeretteinket és az ország működőképességét is. Jó hír, hogy egyre többen regisztrálnak. Arra kérjük, tegye meg ön is, és biztassa erre családtagjait és ismerőseit is. Ezután is vigyázzunk egymásra. Készült Magyarország kormánya megbízásából. Most pedig kérem, tekintsék meg, mivel várjuk Önöket műsorunk hátralévő részében. Sikeresen látták el feladataikat a hajdunánási kormányhivatal munkatársai a koronavírus miatt kialakult helyzetben is. Közösen dönthet a város lakossága az Ady Endre lakótelep új zárt részeinek nyitvatartási idejéről. Február 28-áig van lehetőségük a helyi állattartóknak az ebb összeírási kötelezettségüknek eleget tenni. Mozgalmas évet zárt a Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelmi igazgatóság hajdunánási kirendeltsége. A hétvégén megkezdi a tavaszi pontvadászatot az MB2-es férfi kézilabda csapatunk. A hajdunánási járási hivatal működésében is változások léptek életbe az elmúlt év tavaszán. Ezek nem csak az ügyfélfogadás menetét és a jelentkezés módját, hanem az okmányok átvételét is érintették. A hivatal a vírus helyzet miatt az országos rendeleteknek megfelelően igyekszik minél több ügyet személyes kontaktus nélkül intézni. A hajdunánási járási hivatal működésében is változások léptek életbe az elmúlt év tavaszán. Ezek az ügyfélfogadás menetét és az okmányok átvételét is érintették. A hivatal a vírushelyzet fokozódásának elkerülése érdekében az országos rendeleteknek megfelelően igyekszik minden ügyet személyes kontaktus nélkül intézni. 2020-as év az nem egy szokványos év volt, mindannyiunk életében sok-sok változást eredményezett. Valóban az év kezdetén még nem sejtettük, hogy márciustól, tavasztól megváltozik a működési módunk, feladatellátásunk rendszere.
Ez nálunk itt a járási hivatalban olyan korlátozások, illetve olyan változások esetében jelentkezett, hogy a központi döntések alapján kizárólag időpontfoglalásra érkező ügyfelek kiszolgálását végezhettük. Erre az időpontfoglalásra ugye több felületen van lehetőségük az ügyfeleknek, hiszen ezek a szabályok még jelenleg is érvényben vannak. Időpontot foglalni online a központi időpontfoglaló alkalmazáson tudnak, ez az időpontfoglaló.kh.gov.hu felület, vagy pedig a magyarország.hu oldalon, illetve természetesen a 18-18-as kormányzati ügyfélvonalat is igénybe vehetik tájékoztatás, illetve időpontfoglalás céljából is. Emellett egyéb területeken biztosítottuk telefonos, illetve e-mailes elérhetőséget az ügyfelek számára, nem csak a kormányablakba, hanem így a egyéb szervezeti egységeinkhez is tudnak időpontot egyeztetni az ügyintézőkkel, vagy tájékoztatást kérni. Megtartottuk a kérelemgyűjtő doboz használatát, illetve ennek a intézményét, ahol is az átvételi elismervény nem igénylő ügyekben az ügyfelek az adott kérelmeket bedobhatják ebbe a dobozba, így gyorsan, személyes kontaktus nélkül, várakozás és zsúfolódás nélkül juthat el a konkrét ügyintézőhöz az adott ügyféli kérelem. Szintén jelentős változás volt az elmúlt évben, és ez még jelenleg is érvényben van, hogy az elkészült okmányokat nem itt személyesen a kormányablakban, hanem vehetik át az ügyfelek, hanem ezeket postai úton kézbesítjük számukra. Az országos eljárásrendnek megfelelően természetesen városunkban is érvényben van az a kedvezmény, amely a lejáró okmányok automatikus meghosszabbodását jelenti egy rövid időszakra. Emellett változások léptek életbe a szociális területen is. 2020. november 4-e után lejáró okmányok, illetve a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényesség esetében továbbra is fennáll a érvényesség meghosszabbítása. Ugye a veszélyhelyzet lejártát vagy megszűnését követő 60 napig ezek az okmányok felhasználhatóak. Fontos hangsúlyozni, hogy ezek kizárólag a magyar hatóságok által Magyarországon érvényben lévő okmányokra vonatkoznak, és ez csak Magyarországon, tehát külföldön ez a meghosszabbítás, ez természetesen ez nem fogadható el, tehát itthoni felhasználásra hosszabbodnak meg az okmányok érvényességei. Fontos még megemlítenem, szociális területen is volt változás az elmúlt évben, bizonyos szociális ellátások tekintetében a felülvizsgálati eljárások elhalasztásra kerültek, illetve szociális területen is voltak olyan jogosultságok, amelyek meghosszabbodtak, ilyen például a közgyógyellátásra való jogosultság, vagy az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, amely itt a veszélyhelyzet idején szintén továbbra is érvényben van. Az ügyfélfogadás tekintetében hajdunállás és polgár helyszínek mellett a járáshoz tartozó kis településeken is látunk el feladatokat. Görbeháza, Folyás, Tiszagyula háza és Újtikos településeken általában, tehát normál ügymenet szerint ügysegédeink látnak el fogadóórát, illetve a kormányablak busz igénybevételével biztosítjuk az állami igazgatási ügyeknek a helyben történő ügyintézési lehetőségét. A járványhelyzet tekintettel ezek a lehetőségek is központi döntés alapján jelenleg szünetelnek. A kormányhivatal dolgozói megfelelően kezelték a nehézségeket. Nem csak magánemberként, hanem kormánytisztviselőként is nagy teher hárult a munkatársaimra. Azt gondolom, hogy felelősségteljesen, fegyelmezetten viselkedtek és végezték munkájukat a kollégáim az elmúlt évben, ezért mindenképp köszönet illeti őket. A saját és a ügyfelek biztonságát, egészségét szem előtt tartva látták el a feladataikat, hiszen az államigazgatási ügyek intézése az a veszélyhelyzet idején sem állhatott meg. Ügyfeleink ugyanúgy tudták az ügyeiket nálunk intézni, és azt gondolom, hogy ezeket az intézkedéseket betartva
egy szakszerű és pontos ügyintézés feladatellátás volt jellemző ránk az elmúlt évben. A kormány által meghatározott biztonsági intézkedések természetesen a hivatalra is érvényesek. Saját és a dolgozók védelmében több szabályt is be kell tartania annak, aki ügyintézés miatt keresi fel az intézményt. Központi intézkedésekhez, illetve az elrendelt korlátozásokhoz hasonlóan itt a hivatalunkban is kötelező a maszkviselés, illetve a legalább másfél méter távolság betartása. Emellett az ügyféltereket rendszeresen, naponta több alkalommal folyamatosan fertőtlenítjük, kihelyezésre kerültek úgy a dolgozók, mint az ügyfelek számára készfertőtlenítő, felületfertőtlenítőszerek, plexifalakat telepítettünk a kollégáink, illetve az ügyfelek védelme érdekében, dolgozóinkat elláttuk megfelelő védőeszközökkel. Kiemelném még, hogy arcpajzsokat biztosítottunk a ügyintézőknek pluszban. Nyilván ez egy alapból is egy megfelelő védőeszköz, viszont a siketek és nagyot hallók ügyintézése esetén is nagy segítség lehet, tehát ha például kísérő nélkül érkezik egy ilyen ügyfél, akkor az ügyintéző szájáról olvasva, de ugyanakkor a megfelelő védelem mellett tudja adott esetben az ügyeit intézni. A hivatalban a pandémia miatt bevezetett változások ellenére sem állt meg a munka. A tisztviselők ügyfeleik rendelkezésére állnak, és igyekeznek mindenben segíteni. Az okmányügyek, illetve a gépjárműügyek azok mindig egy kiemelt terület a kormányablakban. A veszélyhelyzet kihirdetésével előtérbe kerültek itt a hivatalunkban a lakcímbejelentéssel, illetve a gépjárművel kapcsolatos ügyek, ezek generálták a legnagyobb ügyfélforgalmat az elmúlt évben, illetve az ügyfélkapu regisztrációra érkező ügyfelek száma is jelentősen megnőtt, hiszen itt nagyon sokan a személyes megjelenést kerülendő előnyben részesítették az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat. Ügyfélkapu regisztráció birtokában ezeket valóban nagyon kényelmesen, akár otthonról, a karosszékből és rugalmasan tudják intézni. Ezen kívül a járási hivatal egyéb szervezeti egységeit is folyamatosan keresték ügyfeleink, foglalkoztatási szakterületen álláskeresői regisztrációval, ellátások megállapításával, különféle munkaerőpiaci programok és támogatások ügyintézésével kapcsolatban, hatósági és gyámügyi területen is gyakorlatilag folyamatos volt a telefonos érdeklődés, tájékoztatás és a időpontra érkezve a személyes ügyintézés, illetve az élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi osztályon is zavartalanul folyt a munka. Alapvetően itt különféle igazolások kiadása, állatszállítások, lebonyolítása kapcsán keresték az ügyfelek a ügyintézőinket. A járási hivatal a nehéz időszak ellenére is ellátta feladatát. Az idei évben is céljuk, hogy magas színvonalú szolgáltatással segítsék a lakosságot. Én alapvetően nagy sikerként vagy örömmel könyvelem el azt, hogy ilyen módon vagy ilyen zökkenőmentesen tudtuk átvészelni ezt az időszakot. Nyilván nálunk is szükség volt különféle szervezésekre, munkaszervezésekre, megfelelő helyettesítéseknek a lebonyolítására, de azt gondolom, hogy emellett biztosítani tudtuk a szakszerű és pontos feladatellátást. Az idei évben is nyilván ez a célunk, és bízunk abban, hogy a járványhelyzet kedvező alakulásával ez a kiegyensúlyozott működés, ez az idei évben is biztosítható lesz. Szeretném elmondani, hogy az ügyfeleinket is elismerés illeti, hiszen megértették, elfogadták ezeket a korlátozásokat, igyekeztek alkalmazkodni ezekhez, és betartották ők is azokat az intézkedéseket, amelyek a mi mindennapi munkánkat segítették.
Tavaszra teljesen megújul az Ady Endre lakótelep belső területe. A fejlesztés nem csak a környék lakosságának az életminőségét emeli, de hozzájárul, hogy Hajdunánáson bárki színvonalas sportolási és szabadidős lehetőségeket találjon magának a város szívében. A terület védelme érdekében felszerelt biztonsági kamerák mellett nyitvatartási rend kialakítását is tervezik a játszótér, a fitnesspark, a sportpálya és a kutyafuttató területén. A nyitvatartási idő kapcsán a lakosság is élhet javaslattal. Az Ady Endre lakótelep területén nemrég szerelték fel a település biztonsági hálózatához kapcsolódó kamerákat. A fejlesztés eredményeinek további védelme érdekében pedig nyitvatartási idő kerül meghatározásra a legfőbb attrakciók tekintetében. Lassan a végéhez közeledik a Zöldváros projektünk, és egy igen jelentős fejlesztést tudtunk ott megvalósítani, és nagyon fontos feladatunknak tartjuk azt, hogy meg is őrizzük ennek az állagát. Ugye ez közös felelősségünk kell, hogy legyen, és így is gondolkozunk, közösen akarjuk megteremteni a feltételeit a lakossággal annak, hogy minél tovább meg tudjuk őrizni ezeknek az eszközöknek az állagát, és minél tovább tudjuk használni, és így tudjuk az utódainknak is továbbhagyni. Ugye itt elsősorban a fitnesspályáról, a kutyafuttatóról, a játszótérről és a sportpályáról van szó. És ugye feltettük azt a kérdést, hogy egyetértenek-e azzal, hogy legyen egy nyári és egy téli időszakos nyitvatartás. Nyáron gondolkodtunk a reggel 6-tól este 9 órában, télen pedig a 7 órától este 8 óráig történő nyitvatartással. Ugye itt igyekeztünk a napszakokhoz, a sötétedéshez igazítani ezt a nyitvatartási időt, és fontosnak tartjuk azt, hogy megkérdezzük ebben a lakosság véleményét. A kérdőívet nem csak a Mártírok útján vagy az Ady Endre úton élő közösség töltheti ki. Sőt, a város nyereményjátékkal próbálja ösztönözni a helyi lakosokat, hogy minél többen formáljanak véleményt. Nem csak konkrétan az Ady Endre lakóparknak a környezetét érinti, hanem egy olyan fejlesztés sikerült megvalósítani, ami visszajelzések alapján is megyei színvonalú, és ha nem országos színvonalú. És ugye ezt mindenki a városban igénybe veheti, és nagyon remélem, hogy minél többen veszik azt a pici fáradtságot, és kitöltik ezt a kérdőívet, hogy minél több ember igényeihez tudjuk ezt a nyitvatartást igazítani, minél több ember kedvét lehesse benne. A kutyafuttató, a fitnesspark és a játszótér megnyitásával életbe lépő nyitvatartási rend fokozott védelmet jelent a közösség új értékeinek. Kamerák már azt a célt szolgálják, hogy ennek a parknak az állagát meg tudjuk óvni és őrizni. És ezen felül azért is fontos a nyitvatartási időszak, mert akkor egy bizonyos keretet szabunk annak, hogy ellenőrizhetővé is váljon ez a felület, ez a zöld felület. Így tudjuk akár a polgárőrség, akár a rendőrség segítségét kérni abban, hogy egy szabályozott és szabályozott körülmények között történjen ezeknek az eszközöknek a használata. A kérdőívet a település online és közösségi média felületein, valamint a hajdunánási újságban érhetik el azok, akik szeretnének véleményt formálni a témában. Idén ebb összeírást végez a helyi önkormányzat, amit 3 évente kormányrendelet alapján hajtanak végre. A kutyatartóknak kötelességük eleget tenni ennek az adatszolgáltatásnak, amennyiben ezt elmulasztják, 30 ezer forintos bírsággal sújthatók. Hajdunánás város önkormányzata ismételten kötelező ebb összeírást végez, amelyet kormányrendelet szabályoz. Becslések szerint hazánkban jelenleg 1,5-2 millió kutya él, azonban pontos adatok nem állnak rendelkezésre. Az ebb állománnyal kapcsolatos eredményes állat és humán egészségügyi intézkedések megtételéhez elengedhetetlen, hogy az illetékesek tisztában legyenek a tartott kutyák pontos számával és a populáció egyéb tulajdonságaival. A bizonytalan becslések helyett a naprakész helyzetkép megállapítását szolgálja és szolgálta korábban évtizedeken keresztül az ebek önkormányzatok által végzett összeírása. A módszer helyileg is kulcsfontosságú, az ebb állomány emberre nézve is halálos, veszélyt jelentő veszettség vírus elleni oltottságának fenntartásában. A összeírás alapvetően az 1998. évi állatok védelméről szóló 28-as törvény írja nekünk elő, mégpedig a különböző ebbek által terjesztett betegségek, illetve a veszettség megelőzése érdekében. Elsősorban ugye az összeírás erre irányul, és ezt a maga a jogszabály az önkormányzatok részére 3 évente írja elő, mint kötelező feladatot. A kutyákat mikrocsippel kell ellátni, amint betöltötték a 4 hónapos kort.
Az ebb összeírásra szolgáló adatlapon fel kell tüntetni a csip sorszámát, valamint az állat és az állattartó adatait is. A kötelező adatszolgáltatás lényegében ugyanaz, ami az ebb összeíró adatlapokon is rajta van. Ugye a 2013. január 1-e óta valamennyi állattartónak kötelessége transponderre ellátatni a kutyáját, amennyiben az már a 4 hónapos kort betöltötte, és azután kiállított okmányokon ugye szerepelnek ugye nyilván a születési idő, az állat tartója, az állat tulajdonosa, az állat tulajdonosának lakcíme. Amennyiben az állat tartója, illetve a tulajdonosa nem egyezik meg, akkor azt is fel kell tüntetni. Transponder azonosító, illetve a mindig a soron következő oltásoknak a száma. Az ebb összeíró adatlaphoz a lakosság elektronikusan és személyesen is hozzáférhet. Az adatlaphoz a lakosságnak van hozzáférése mind itt a hivatalon belül, ezt elsősorban az információs portálnál tudják megkapni, illetve online is letölthető a város honlapjáról, és azt online szintén benyújthatják kitöltve a részünkre, az ebbösszeírás@hajdonállás.hu e-mail címen keresztül. Természetesen összegyűjtjük, hát ezeket az adatokat egyébként mi, mint önkormányzat jogosultak vagyunk kezelni a már említett állatvédelmi törvényben foglaltak értelmében, illetve ezeket tudjuk társítani, illetve összehangolni az állatorvosok által gyűjtött adatokkal. Annak, aki nem tesz eleget a bejelentési kötelezettségének, bírságot kell fizetnie. Arra kérnek mindenkit, hogy próbálják tartani a határidőt, ami 2021. február 28-a. Elméletileg egyébként, ugye, mint azt a lakossági tájékoztatásba is beleírtuk, az állatvédelmi bírság kiszabásáról szóló kormányrendelet értelmében, ugye amennyiben valaki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, akkor 30 000 forint bírság szabható ki ellene, de egyébként igyekszünk úgymond nyitottan hozzáállni a kérdéshez, tehát hogyha ne adj Isten valaki a már megadott határidőn túl nyújtja be ezt az ebbösszeíróda adatlapot, akkor még azonnal nem kívánunk semmilyen fajta retorziót életbe léptetni. Több mint 500 tűzesethez és 447 műszaki mentéshez vonultak ki a katasztrófa védelem egységei a hajdunállási, a Böszörményi, az egyeki és a Balmazújvárosi önkormányzati tűzoltóság illetékességi területén. A mentéseken túl hatósági ellenőrzéseket is ellátott a szervezet, de komoly fejlesztések is megvalósultak az elmúlt évben. A megszokott feladatokon túl új kihívásokat, megoldandó problémákat, számos fejlesztési lehetőséget hozott a 2020-as esztendő a Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelmi igazgatóság hajdunállási kirendeltsége és szervezeti egységei számára. Arról tudom tájékoztatni a város lakosságát, hogy a kirendeltség és szervezeti egységei a korábbi évekhez hasonlóan a 2020-as évben is a lehető legjobb tudásuk szerint végezték az élet- és vagyonmentéssel kapcsolatos szakmai feladataikat. Ehhez természetesen a szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítottak volt. Természetesen több szempontból is más volt ez az év, de összességében azt tudom mondani, hogy teljes mértékben elégedett vagyok a kollégáim szakmai munkájával és teljesítményével. Évről évre átlagosan 900 káresemény van illetékességi területünkön, melyből 5-600 a tűzeset, de ennek számát az időjárás nagy mértékben befolyásolja. Mivel csapadékosabb idő volt a 2020-as év, így az alsó átlaghoz közelítő mintegy 509 darab tűzeset és 447 darab műszaki mentés volt, még egyszer mondom, illetékességi területünkön. Ezeket a vonulásokat a hajdunánási egységek, a Hajdú-Böszörményi Őrsünk, illetve a szakmai felügyeletünk alatt lévő egyek, illetve Balmazújvárosi Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokságok együttesen adják. Ez igen nagy számnak tűnik, de hogyha a hajdunánás közigazgatási területét tekintjük, akkor összesen 54 darab műszaki mentés és 38 darab tűzeset volt. A kisebb káresetektől egészen a legnagyobb tűzesetekig és balesetekig helyt kellett állni a hajdunánási katasztrófavédelem munkatársainak. Műszaki mentéseknél igen széles a paletta. 2020-as évben is beavatkoztunk viharkárok felszámolásában, életmentésnél, állatmentésnél, közúti baleseteknél, szénmonoxid szivárgásnál, gázszivárgásnál. Amit mindenképpen megemlítenék a műszaki mentéseknél, az a Hajdúdorog és Hajdunánás között történt
4 személy halálos kimenetelét okozó közúti baleset, ahova egy szabadnapos kollégám érkezett elsőnek a helyszínre, aki rögtön megpróbálta a sérülteket kimenteni a roncsokból, de ez önerőből nem sikerült, így csak a terület biztosítására, illetve a műlet irányításunknak a minél bővebben való informálására tudott intézkedni, hogy a kiérkező egységek a lehető legjobban fel legyenek készítve a segítségnyújtásra. Tűzeset Hajdunánáson, mint ahogy már említettem, 38 darab volt, de ezt tovább szűkíthető 19 beavatkozást igénylő káresetre. A többi az vagy tévesjelzés volt, vagy kiérkezésre felszámolt, vagy utólagos. Hogyha azt nézzük, hogy a tűzesetek helyszínei, ez alapján ugye csoportosíthatjuk az eseteket, ez a leggyakrabban az otthon jellegű létesítményekben fordult elő 2020-as évben, illetve ezt követően a szabad téren keletkezett tüzek. Ami viszont fontos és kiemelendő tény, hogy se szándékosan megtévesztő, sem pedig kéménytűz nem volt 2020-ban, ami azért fontos és kiemelhető adat, mert hogy ez a legtöbb településen ez nem így van. Minden igyekezetünk ellenére sajnos minden évben van 5-6 nagyobb volumenű káresetünk. Ez azt jelenti, hogy az esetek felszámolásához nem elegendő a saját erő, illetve eszköz, így más településekről is kell megsegítő erőket, eszközöket átcsoportosítani, hogy az adott káresemény ne eszkalálódjon. Ez területünkön jellemzően mezőgazdasághoz kapcsolódó létesítményekbe, illetve egyéb gazdálkodó szervezeteknél szokott előfordulni. Ez a 2020-as évben mindkettő előfordult, előbbi egy állattartó telepen keletkezett tűzeset volt, az utóbbi pedig egy asztalosipari üzemben. Mindkét esetről elmondható, hogy a kollégáim gyors és szakszerű beavatkozásának köszönhetően sikerült a lángokat hamar megfékezni, így a keletkező épületben keletkező károkat mérsékelni. A káresetek megelőzése érdekében a hatósági ellenőrzések még a koronavírus járvány hatására sem maradhattak el. A Covid miatt kevesebb, de még így is igen magas számúnak mondható az a közel 300 ellenőrzés, amit a kollégáim lefolytattak a 2020-as évben. Ezek nem öncélúak, ennek elsődleges célja az ott tartózkodók biztonsága, a beavatkozás feltételeinek megteremtése, a tűzoltók biztonsága, illetve nem utolsó sorban magának a létesítménynek a tűzbiztonsága. Ez nemzetgazdasági szempontból is fontos, hiszen ez egyfajta garancia az üzletmenet folytonosságra. Új létesítéseknél pedig szintén fontos komplexen vizsgálni, hogy az ott alkalmazni kívánt műszaki megoldások, azok biztosítják-e az elérendő céloknak a teljesülését. A járvány a hajdunánási katasztrófavédelmi kirendeltség életére is kihatással van. A munkavégzés szigorúbb szabályok és az egymásra való odafigyelés szellemében zajlik. A Covid természetesen a szervezetünket is elérte. Az első hullámban inkább csak a közigazgatás lassulása volt érzékelhető, kevesebb szakhatósági, hatósági ügyünk volt, illetve gyakorlatokat, képzéseket kellett átütemezni, vagy maradtak el. A második hullámban viszont sajnos már megbetegedések is voltak. Ez a szervezetünk állományát tekintve mintegy 30%-a az állománynak esett át a fertőzésen, ami igen magas szám, ennek ellenére azt tudom mondani, hogy a működő képességünket meg tudtuk őrizni, és külső segítség nélkül le tudtuk küzdeni ezeket a hiányzó személyeknek a hiányát. Jelenleg is számos belső szabályzó van érvényben, úgy mint a gyakori kéz, eszközfertőtlenítés, felületfertőtlenítések, maszkviselés. A lehető legizoláltabban igyekszünk a váltásokat végrehajtani, hogy elkülönítsük egymástól a szolgálati csoportokat, de mi is áttértünk a videokonferencián tartjuk a vezetői értekezleteket, illetve az ügyfelekkel is az elektronikus kapcsolattartási formát helyezzük előtérbe, illetve laktanyalátogatási korlátozás is van érvényben. Helyettesítéseket úgy tudtuk megoldani, hogy szabadnapokat, szabadságokat kellett elvenni vagy átütemezni későbbi időpontra. Szerencsére ezek a megbetegedések időben elhúzódva következtek be, és így kezelhető volt, illetve az is fontos, hogy egyetlen kollégám sem volt olyan súlyos
tünetekkel, ahogy kórházi ápolásra szorultak volna. Számos fejlesztés valósulhatott meg a 2020-as évben, és 2021 még nagyobb lehetőségeket tartogat a szervezetnek. Fejlesztések témakörben meg kell említenem a riasztórendszerünk korszerűsítését, ami egy a mai kornak megfelelő modern érintőpaneles rendszer, amely a külső beavatkozás nélkül automatikusan riasztja élőszóval, hang- és fényjelzéssel a szükséges erőket. Ezzel egyidejűleg működteti a szertárkapukat, illetve az utcai kaput. Ezen kívül elavult klímaberendezések cseréje is megtörtént, illetve új starterrendszer is kiépítésre került. Ebben a kérdésben van egy elmaradásunk, ami igen időszerű, és reményeink szerint néhány héten belül megkezdődik az a átalakítás, melynek következtében egy új tűzoltó gépjármű fecskendővel fog bővülni a tűzoltóságunk. Illetve fejlesztéseknél igaz nem szorosan a tűzoltóság, de a hajdunállási járási mentőcsoport fejlesztés erőről is beszélnék, ami ebben az év, illetve a 2020-as évben egy új kvaddal bővült a mentőcsoport, így már a terepjáró, aggregátor, áramfejlesztő vagy szivattyú mellett most már ezzel az eszközzel is rendelkezik, ami egy esetleges önálló beavatkozásuk esetén nagyon fontos, hogy ezek az eszközökkel fel legyen szerelve. Nagyon sok célkitűzésünk van 2021-re, ezek közül talán egyet kiemelnék és kapcsolnék az előző gondolathoz, az önkéntes tűzoltó egyesületek, illetve önkéntes mentő szervezetek szakmai támogatása, illetve az eszközökkel való ellátottsága. A 2021-es esztendő komoly vesztességgel indult a katasztrófa védelmi kirendeltség csapatának. Sajnálatosan ez az év tragédiával kezdődött, ezúton is szeretnék megemlékezni a Sanyi Gábor tűzoltó főtörzászlós kollégánkról, akinek a tragikus hirtelenséggel történő távozása mérhetetlen nagy űrt keletkeztetett a gyászoló család fájdalmán túl a szervezetünk életében is. Személyében egy kiváló szakembert, egy kollégát, egy kiváló vezetőt és egy barátot veszítettünk el. Nagyon sok kollega támaszkodhatott az önzetlen segítő szavaira, illetve a szakértelmére. A bátorságért érdemjellel, illetve a hajdunállás közbiztonságáért kitüntető díjjal is elismert bajtársunkra. Ezúton is szeretném neki ezt a 30 éves szolgálatot megköszönni, és nyugodjon békében. Minden nehézség s felmerülő új kihívás ellenére a szervezet munkatársai 2021-ben is maximális odaadással segítik és szolgálják a helyi közösséget. Megragadnám a lehetőséget, és köszönetemet fejezném ki mindazoknak, akik valamilyen formában segítették, támogatták munkánkat, legyen az hivatal, társszer, vagy gazdálkodó szervezet, vagy akár magánszemély. És nem utolsó sorban köszönöm az állománynak is a munkáját, amit megfelelőnek és jó színvonalúnak ítélek meg. Végezetül pedig szeretném biztosítani a város lakosságát arról, hogy a baj órája van, a jövőben is számíthatnak a kirendeltség jól felkészült, tisztességes és elhivatott személyi állományára. Vasárnap férfi kézilabda csapatunk számára is megkezdődik a pontvadászat az MB2-es bajnokság tavaszi szezonjában. A fiúk hetek óta gőzerővel készülnek a rajtra, a Somorjai László városi sportcsarnok felújítási munkálatai miatt szezon közben majd költözniük kell, de így is bizakodva várja a folytatást Madai Tamás és csapata. Csapatunk december 13-án játszotta az utolsó bajnoki mérkőzését az őszi szezonban Berettyóújfalon, hál' Istennek sikerrel tudtunk elmenni a téli pihenőre, a srácok kaptak 3 hét pihenőt, és úgy január első hetében már meg is kezdtük a felkészülést a tavaszi szezonban. Hát úgy látszik, egy nagyon nehéz tavaszi szezonnak nézünk elébe. Bízunk abba, hogy a vírusos megbetegedések nem fogják befolyásolni a bajnokság lefolyását, és végig megy úgy, azt mi elterveztük, a szövetség is eltervezte, és bízunk benne, hogy a többi csapat is, ahogy eltervezte. A csapatunk házatáján apró változások következtek be, tehát Dankó Józsi továbbra sem áll rendelkezésünkre. Kiderült, hogy a térdében a keresztszalag elszakadt, ő egy műtéti beavatkozásra vár majd. A Bata Tibor egy gyomor műtéten esett át itt a téli időszakban, ő hosszabb távra kiesett, talán majd március-április időszakban tud bekapcsolódni. És érkezett egy új játékos Debrecenből, a Kovács Bálint személyébe, ő szélső pozícióban, reméljük, hogy fogja tudni segíteni a csapatunkat. Most jelen pillanatban még itt tudunk edzeni a Somorjai László városi sportcsarnokba, és bár bizonyára hallották a
nézők is, szurkolóink is, hogy felújításra kerül majd sor, aminek egyrészt ugye nagyon örülünk, megújul, megszépül a jelenlegi otthonunk, azonban ugye március 22 körül már nem fogunk tudni itt edzeni a felújítás időtartamára, így a új sportcsarnokban fogunk edzeni, és valószínűleg nyilván a mérkőzéseink is ott kerülnek majd lejátszásra. A tavaszi forduló első mérkőzését a HSE Hungaroszpán Nádúrvar csapata ellen fogjuk játszani. Annak idején az őszi fordulóban idegenben sikerült egy három gólos győzelmet aratnunk idegenben, ami azt gondolom, hogy egy nagyon értékes győzelem volt, főleg idegenben azért ebben a bajnokságban minden pont értékes. Itt nagyon nehéz meccsre számítunk a hazai mérkőzésen, egyrészt azért, mert ugye első mérkőzés, ott igazából még nem nagyon ismerik ki egymást az ellenfelek, milyen változásokon esett át melyik csapat a pihenő időszakában, másrészt meg ugye sajnos még nézők nélkül kell ezeket a mérkőzéseket lejátszani, de bízunk abba, bízunk az elvégzett munkába, és bízunk abba, hogy itthon fogjuk tudni tartani a két pontot. Műsorunk végén kérem tekintsék meg, melyek voltak a mai Nánási Krónika témái. Csütörtökön városunkba látogatott Nagy István agrárminiszter, a Nyakas Struc farmon megtekintette az egzotikus állatok tartására szolgáló gazdaságot, majd tájékoztatójában szólt az alföldi tanyák fenntartható fejlődését segítő tanyafejlesztési pályázatról. A jelentős számú átoltottság jelenthet megfelelő védelmet a koronavírus ellen, csak így nyerhetjük vissza régi életünket. Erre hívták fel a város lakóinak figyelmét közös közleményükben a képviselőtestület tagjai. A Városháza információs pultjánál segítenek a koronavírus elleni védőoltás regisztrációjában a helyi önkormányzat munkatársai azoknak, akiknek otthon nincs lehetőségük elvégezni ezt, vagy valamilyen okból nem sikerült még regisztrálniuk. A koronavírus mintavételi pont látogatottsága fokozatosan csökken városunkban, országszerte egyre többen kapják meg a védőoltást, ami remélhetőleg minél hamarabb a járvány felszámolásához vezethet. A koronavírus járvány nem csak a magánemberek életére volt hatással az elmúlt évben, hanem a különböző hivatalos ügyintézés módját is befolyásolta, így a hajdunánási járási hivatal működési rendje is változott. A tavasszal átadni tervezett Ady Endre lakótelep játszóterére, fitnesszparkjára, sportpályájára és kutyafuttatójára nyitvatartási időbevezetését tervezi a város. Ennek kapcsán várják most a lakosság javaslatát, az online kérdőív kitöltésére hajdunánás közösségi média felületein van lehetőség. A kutyatartóknak február 28-áig kell eleget tenni az ebösszeírásra vonatkozó adatszolgáltatásnak. Az adatlapot megtalálják a város internetes felületén a hajdunanes.hu oldalon, vagy a Városháza információs pultjánál. Mozgalmas éven van túl a Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelmi igazgatóság hajdunánási kirendeltsége. A szervezet illetékességi területén 509 tűzesethez és 447 műszaki mentéshez vonultak ki a lánglovagok a tavalyi évben. Szeretné megtartani pozícióját az élbolyban városunk MB2-es férfi kézilabda csapata, a vasárnap kezdődő tavaszi szezon első fordulójában hazai pályán a Nádudvar csapatát fogadják a fiúk. Mai műsorunk végére értünk, én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!